Törökországnak csak Svédországgal van baja, ezért nem feltétlenül fog akadályt gördíteni Finnország NATO csatlakozása elé. Erről most először beszélt Recep Tayyip Erdoğan török elnök. Ankara nemrég mindkét északi országgal felfüggesztette a tárgyalásokat, így úgy tűnt, hogy nem sikerül megegyezni a bővítésről a NATO júliusi Vilniusba tervezett csúcstalálkozója előtt. Ha Svédország csatlakozni akar a NATO-hoz, ki kell adnia a kurdisztáni munkáspárt ott élő terroristáit. 120 embert neveztünk meg. Ha ezt nem teszik meg, akkor mi sem tehetünk semmit. Finnországgal más a helyzet, velük nincsen vitánk, így a társulásukat sem kell akadályoznunk. Persze csak akkor, ha nem követik el a svédek hibáját. Adott ultimátumot Erdoğan, aki saját bevallása szerint tudja, hogy hatalmas botrány lesz abból, ha Finnország zöld utat kap a katonai szervezetbe, de szomszédja nem. Finnország és Svédország évtizedekig tartó kívülállás után az ukrajnai orosz inváziót követően kérte felvételét a Védelmi Szövetségbe. A NATO 30 tagországa közül eddig csak Törökország és Magyarország nem ratifikálta a két északi állam csatlakozási kérelmét, de Orbán Viktor miniszterelnök már ígéretet tett, hogy a Magyarország gyűlés februárban megszavazza őket.